Mi van, Tomi, üres kézzel jöttél? Mit hoztam volna? De már itt ez a zöldséges, legalább a könyv, almát hozzá már nekem, légy szíves. Ez komoly? Igen, abszolút komoly, mert úgyse reggeliztem. Mégis Berki Krisztiánról beszélünk, nem lehet egy almát csak úgy hozni. Jó reggel. Jó reggelt, ciao. Kényelmesen ülsz? Bekötöm. Hát nem rossz autó egyébként. Jó, biztos láttam helyet, nem? Foton? Egyszer már láttam téged, néztelek ilyen klipekben, és akkor láttam. Volt már nekem egy ilyen, egy másik színben. Az egy picivel gyengébb volt, egy aranyszínű, és ez most az új. Igen. Neked mennyire fontos az, hogy mindig egy picit többet adj magadnak, és mindig mindenből egy picit jobbat vegyél, jobban élj, mint... Azt mondom, hogy átlagos családból jövök, és viszonylag fiatalon, 12 évesen eljöttem otthonról. És ezeket a harcokat, úgyhogy felnőtté válást, azt egyedül kellett átérnem és megélnem. Amiben viszont nagyon sokat segített a sport. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogyha nem is lesz mondjuk hivatásszerűen sportoló, vagy nem lesz élsportoló, vagy nem lesz olimpikon, attól függetlenül is a sport egy olyan szintű túlélésre neveli szerintem a fiatalokat, amivel egy átlagember nem tud versenyezni. Vágytam arra, hogy 30 éves koromban mondjuk Porsche-ba ülhessek, vágytam rá, hogy én szép helyen lakhassak, hogy ne kell megnéznem az étteremben, hogy mennyibe kerül az étel, szép ruhákat vehessek, szép órám lehessen, és teljesen csinos barátnőim is legyenek mondjuk mellettem. Aztán teljesen az ember változik, és amikor elkezd mondjuk konkrétan dolgozni, akkor látja, hogy Európában, és főleg itt Kelet-Európában mennyire fontosak a külsőségek ahhoz, hogy ők tudjál érvényesülni. Neked ezek fontosak? Ma már nem. Ma már nem? Ma már nem. Tehát használom. Mert autód, meg ilyen órád, meg ilyen ruhád? Mert használom. Hát most ez ilyen hülyén hangzik, hogy normális életet élni, átlag helyen laksz, átlag ruhákat hordasz, vagy ez már hozzátartozik ehhez a Berki jelenséghez? Simán tudnék egyébként. Tudnál? Igen, de ha ezek nem lettek volna meg, akkor nem. Előtte nem volt meg minden. Tehát de most már túl vagyok rajta. Pont ez a műsor arról szól, hogy vannak olyan ingatlanok, ahol mondjuk kergetőzni lehet, meg számháborúzni, meg bujkálni. Teljesen fölösleges, de van, akinek azt tetszik, az kell ahhoz, hogy ő boldog legyen. Miközben bárhol mész Európában, azt látod, hogy olyan ingatlanokban laknak és olyan helyeken laknak az emberek, és akár a vezetőbeosztású vagy magas menedzser szintű emberek, ami az ő komfortzónáját kielégíti. Neked miben nyilvánul meg az életedben a luxus a mindennapokban? Amit már te is annak hívsz. Maga a luxus pedig az, amikor üres a filofaxod, üres a határidőnaplód, és azt csinálhatsz, amit te szeretnél. Mert onnantól kezdve, amikor nincs meg az, hogy bárkinek meg kéne felelned, bármilyen szinten, akár egy munkahelyen nyomást érezhetsz azért, mert a főnököd mit szól hozzá, a kollégád mit szól hozzá, alapvetően ezek az emberek, akik ragaszkodnak bizonyos pozíciókhoz, bizonyos székekhez, azok mindig belehibáznak. De fontos az, hogy mindig add önmagad, és vállald az adott következményeket a saját döntéseidért, és mindig tudjál dönteni. A legfontosabb az, hogy minél hamarabb döntést kell hozni. Heaven knows you're a dreamer. Don't hide it from anyone. Sokat irigyelnek téged? Nem tudom, mint ahogy a kritikusokkal sem foglalkozok, mert alapvetően az nem kritika. Tehát az, hogy valakit lebunkózni, vagy véleményt formálni, az nem kritika. Mint ahogy a pozitív dolgokat sem foglalkozom nagyon. Olyan is van? Van egyébként. De bevállalod, vezetsz egy kicsit? Kipróbálom. V12-es, 6000 köbcentis, és 650 lóerő. Esküszöm, félek. Nem is viccen kívül. Kösd be magad akkor, jó? Szerintem én mennyire félek? Nem attól félek. Egyébként van jogsit? Nincs. Van, nálad van? Nálam van a jogsit. Jó. Az automata váltóssal fogom szállni a dombok. Fé, ha automata váltós, az nagyon fontos, hogy ne a bal lábaddal fékezzél, jó? Tehát a jobb lábadat tedd rá a fékre. A bal lábad nincs, jó? Életem csúcspontjánál járunk. Elhiszem. Azért egy 60 milliárdos autóban Berki Krisztiánnal vezetni azért. Én azt szeretném közvetíteni igazából az emberek felé, hogy ha megvan a kellő bátorságuk, a kellő hitük és motivációk arra, hogy valamit szeretnének elérni, teljesen mindegy, mi az, akarjon a legjobb asztalos lenni, vagy a legjobb, nem tudom, felszolgáló, vagy étteremtulajdonos,
akkor bármilyen szülői háttérrel is jössz, azt gondolom, hogy, meg tudod csinálni. És tényleg nálam abszolút érvényes az, hogy, nem a cél a fontos, hanem az út. Mert ahogy elérem a célomat egy-egy területen, ott tudom hagyni.